véget ért a Zala-megyei Kosárlabda Szövetség és a Zalaegerszeg Városi Szabadidősport Szövetség által közösen szervezett összevont városi és megyei kosárlabda bajnokság. Engedjétek meg, hogy legelőször is gratuláljak mind a két döntőben részt vett csapatnak. Nagyot küzdöttetek, és azért úgy gondolom, hogy az egész éves teljesítmény alapján megérdemel győztes szavazatokban. Nem akarnám igazán hosszúra húzni, mert a bajnokság úgy is hosszúra jött, de azért engedjetek meg nekem pár mondatot, mielőtt a végső eredményt megidetni. De tudjátok, hogy 11 csapat indult a bajnokságunkban, sajnos 3 visszalépő volt a tavalyi évhez képest, viszont egy új csapat jelentkezett, és örömmel mondhatom, hogy mind a 130 mérkőzés lejátszásra került. Kisebb-nagyobb zökkenőkkel, problémákkal, sajnos a fegyelmi helyzet idén nem úgy alakult, ahogy legalábbis én szerettem volna. Különösen itt az asztalnál elég kellemetlen volt régén néhány magáról megszerkezett játékosnak a magából kivetkező magatartását végignézni. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy egy sikeres bajnokságon vagyunk túl, és bízom benne, hogy a következő szezonban valamennyi csapattal, illetve előrejelző szerint új csapattal is, talán csapatokkal is fogunk találkozni. Engedjétek meg, hogy elsoroljam a visszafelé a végső sorrendet. Bajnokságunkban 11. helyen végzett a Sainz Atletikus csapata, 10. lett a Lenti kosárlabda klub, 9. az András Ida kosárlabda klub, 8. a Persze, 7. a ZGKK 21-es csapata, 6. a Kanizsa kosárlabda klub 21-es csapata, 5. a Laza csukló, 4. a Niederhal csapata, 3. és ez a bronzérmes a Legerszeg Erdős csapata. Második helyen végzett a kertvárosi Elektrik csapata. Természetesen ugye az alapszakaszra vonatkozik, mert minden játékos 20 mérkőzést játszott, és volt lehetősége pontot gyűjteni. Tehát az alapszakasz legeredményesebb játékosa a Lenti KK játékosa Verein Ádám volt, akinek azért gratulálok külön, mert egymás utáni harmadik évben tett ő a legeredményesebb játékos. Ő természetesen utolsó meccsén korábban megkapta már a külön díját. A legsportszerűbb csapatnak a jegyzőkönyvek alapján a Csány iskola csapata részesült. Ők egy mérkőzés labdát kaptak ajándékban. És a harmadik külön díj, amit azt szeretnénk átadni, az a legeredményesebb 3 pontos dobó díját kapja, aki nem más, mint Bece Barnabás. 13-14-es bajnokság győztese a kertvárosi kommandó csapata. Ők először nyertek, gratulálnak!